Hogyha már van valakinek házi állata, kutya, macska, nem tudom, a hörcsögők, meg mindenféle más mókusok, akkor igen, hogyha akarunk igazán segíteni, az nem csak takarítani kell utánuk, amit piszkítanak, hanem lelki étellel etetni. A prasádamon, ahogy írja a kérdés. Miért? Mert a prasádam lelki energia, az más a természete, és azok a lelkek, akik állati testben vannak, amikor fogyasztanak, Istennek felajánlott ételt, megszentelt a prasádamot, akkor tisztul az a karma, hogy ami fogja őket az állati testben, mert nem lehet tudni, hányszor kell kutyatestbe születni, és a kutyatest után még más állatokban, hogy valamikor végre nagyon-nagyon sok-sok idő múlva emberi testet kapjan. De amikor prasádammal vagy szent, felszentelt étellel etetjünk házi állatunkat, akkor következő életbe, akkor ő átugrik, mert minden állati formáktól tisztul, és következő életben rögtön ember testbe fog születni, és ráadásul fog keresni a lelki utat.